Szeretettel köszöntöm Önöket itt a Tálti Kultúráz előtt felállított sörsátorban, rendezvénysorozatunk harmadik napjának délutánján. Külön köszöntöm külföldi vendégeinket, akik Ebedről, Kaplonyból, Buzekból, Molnból, Schattenbachból, Münchdegingenből és Szönstettenből érkeztek, a mai napon fellépő fúvózzenekarokat, mazsorett csoportokat és vezetőiket, a környező települések, illetve Tátnagyhőség polgármestereit, képviselőit, és minden kedves tálti polgár, kedves közönségünket. Programjaink hármas apropóját egy testvértelepülési találkozó adja, melynek keretében Buzek, Moln és Ebed községek mellett a tegnapi naptól immár az erdélyi Kaplony települést is partnereink sorában köszöntetjük. Emellett idén ünnepli megalakulásának jubileumi 20. évfordulóját a Tálti Német Nemzetiségi Fúvószenekar. Ez évben ünnepeljük az 1685-ös Tálti csata 320. évfordulóját, melyben Lotaringiai Károly herceg aratott fényes győzelmet Sajtán Ibrahim 100.000-es serege felett. Ezen ünnepeinknek tiszteletbe gondoltuk, hogy rendezvénysorozatunk záró napján egy gála műsorral várjuk kedves vendégeinket, melyen fellépnek a schattenbachi, csolnoki, dorogi és tálti fúvószenekarok, illetve a büki, dömösi, kisbéri, pilisvörösvári, tatabányai és tálti mazsorettek. Kérem, fogadják őket nagy-nagy szeretettel! Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen hier in Bierzelt vor dem Tater Kulturhaus am dritten Tag unserer Feierlichkeiten. Besondere Grüße möchte ich an unsere ausländischen Gäste aus Ebed, Kaplon, Buzek, Molln, Schrattenbach, Mönchsdeggingen und Sönstetten entrichten. An die Blaskapellen, die heute auftreten werden, und an die Majorettengruppen und deren Leiter. Herzlich begrüßen möchte ich alle anwesenden Bürgermeister und Abgeordneten aus Tatt und den Siedlungen hier aus der Gegend. Ein Grüß Gott an alle Tatter Bürger und alle Gäste. Es gibt drei Gründe für unser Beisammensein. Als erster sei das Treffen der Partnerstädte von Tatt genannt. Buzek, Molln und Ebed, in dessen Rahmen Kaplon aus Transsilvanien aufgenommen wurde. Ein weiterer Grund ist das 20-jährige Gründungsjubiläum der Deutschen Nationalitätenblaskapelle hier aus Tatt, welches sie dieses Jahr feiern. Der dritte und letzte Grund ist der 320. Jahrestag der Tatter Schlacht, bei der im Jahre 1685 Karl von Lothringen über Ibrahim Scheiter siegte. Vor diesem Hintergrund laden wir Sie herzlich zur Abschlussgala unserer Feierlichkeiten ein. Sie hören die Blaskapellen aus Schrattenbach, aus Czolnok, aus Dorok und aus Tatt. Des Weiteren sehen Sie im Laufe des Programms die Majorettengruppen aus Bück, Dömisch, aus Kischberg und Pilisch-Wörösvár. Aus Tatabánya und aus Tatt. Ich hoffe, das Programm bereitet Ihnen viel Freude. Kedves közönségünk, kérem elsőként fogadják szeretettel a 145 éve megalakult csolnoki német nemzetiségi fúvószenekar műsorát. Nagyszerű szórakozást kívánok Önöknek!
címmel van. Thank you.
Lars Altenbaki fúvózenekar nevében Klaus Zimmermann karnak veszi át ajándékunkat. Thank you.
Tag der Musikfreude. Ich möchte mich im Namen des Musikvereins Schattenbach bei euch nochmal recht herzlich bedanken für diese Einladung, 20 Jahre Jubiläum. Und wollen Sie besetzen? Kedves Tati zenészbarátaink, még egyszer szeretném megköszönni a meghívást, amit részünkre küldtetek. Abból az alkalomból, hogy fennállásotok 20 éves évfordulóját ünnepeltétek. Ich kann im Namen von meiner Musikkameradinnen und Musikkameraden nur noch Dankeschön sagen für diese sehr schöne vier Tage. Zenésztársaim nevében szeretném megköszönni, hogy veletek együtt ünnepelhettünk, és csodálatos napokat tölthettünk nálatok. Wir sind wieder von euch von ganzem Herzen aufgenommen worden und hervorragend untergebracht worden. Es ist ein schönes Erlebnis, möchte ich sagen, und es wird uns sehr lange wieder im Herzen bleiben. Nagy szívességgel fogadtatok bennünket, ezt mi így éreztük, csodálatos szállást és programot biztosítottatok nekünk, és úgy érzem, hogy ez még sokáig az emlékezetünkben marad majd. Ebenfalls bedanken möchte ich mich auch beim Herrn Bürgermeister für diese Einladung und für den Empfang. Herr Bürgermeister, recht herzlichen Dank. Polgármester úrnak is szeretnénk megköszönni, hogy a meghívást eljuttatta hozzánk, melynek örömmel tettünk eleget. Was mir heute Abend auch noch am Herzen liegt, möchte ich auch noch ganz gern sagen. Es betrifft unseren Dirigent Klaus Zimmermann. Er ist sein letztes Jahr als Kapellmeister und wird nächstes Jahr unsere Kapelle nicht mehr dirigieren. Aber es würde mich trotzdem freuen, wenn er weiterhin mit uns mitkäme, wenn wir wieder nach Tat kommen. Ami még a szívemet nyomja, szeretnék ezúton is köszönetet mondani karmesterünknek, aki ebben az évben áll utoljára a zenekarunk élén. Következő évben új karmestert kapunk, de remélem, hogy továbbra is kapcsolatban maradunk vele. Zum Schluss möchte ich euch allen noch viel Gesundheit und viele frohe Tage wünschen. Und die Einladung habe ich ja bereits ausgesprochen. Und das werden wir dann mit der Vorstandschaft ausmachen, wann ihr wieder zu uns nach Schattenbach kommt. Meg fogjuk beszélni a jövőre nézve, hogy mikor, milyen megoldással tudunk benneteket elhívni Schattenbachba. Erről még beszélnünk kell az elnökségben, a pontos dátumról és a lehetőségekről. Dankeschön. Kedves barátaink, ha én most össze-vissza fogok beszélni, azt nézzétek el, már reggel már úgy jöttem dolgozni, hogy egy új blúzt vettem föl, és itt vettem észre, hogy elő vagy rajta van a kívülről az AC Duna. Liebe Freunde, jetzt möchte ich euch ein bisschen Rede halten, aber verzeih mir, wenn ich ein bisschen alles durcheinander sagen werde. Ich bin schon so müde, dass ich heute Morgen eine neue Bluse angehabt habe. Und erst hier im Kulturhaus habe ich es bemerkt, dass meine Preiszettel dahinten liegen. Szeretném megköszönni, hogy ismételten eljöttetek hozzánk, és nagyon jól éreztük együtt magunkat. Remélem, hogy ti is így érzitek. Ich bedanke mich bei euch nochmals, dass ihr uns Einladung nach Tat angenommen habt und dass ihr zu uns gekommen seid. Diese Tage haben uns sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, ihr spürt es genauso. Egy kis ajándékkal szeretnénk megköszönni elsősorban polgármester úrnak, hogy lehetővé tette a Schattenbachi zenekar ideutazását, és kedves feleségének, és elsősorban ugye most először a zenekarnak adnánk át ajándékunkat. Geschenke möchten wir euch überreichen.
Zuerst möchte ich ein kleines Geschenk an eurem Blaskapelle überreichen zur Erinnerung an die Ungarnreise. Egy nagyobb zászlót a zenekarnak, és ebben a kis táskában mindenkinek van egy ilyen kis zászló emlékül. Jeder Musikant bekommt als Geschenk ein kleines, wie heißt das, Wappe? Wappe. Szeretnénk a zenekarnak Tátról egy német nyelvű ismertetést, illetve bemutatást tettünk ebbe a tasakba. Ezen kívül a Bulhart Vili bácsinak 10 éve volt az évfordulója, arról egy felvételt, és mindannyian tudjátok, hogy múlt évben halt meg sajnos Petrás Tibor barátunk, az ő emlékkoncertjét is átadjuk a zenekarnak. Wir möchten euch einige Filme überreichen. Eine über unsere früherige Dirigent, der leider uns nicht mehr leiten kann. Und auch einen Film über unsere Gemeinde Tat. So wie seit einigen Jahren haben wir unser Schlagzeuger Tibor Petras auch leider verloren. Und in Memoriam Petras Tibor haben wir voriges Jahr ein schönes Konzert gemacht. Und darüber bekommt ihr auch eine Filmaufnahme. Szeretnénk köszönteni egy kis ajánlókat. Begrüßen wir auch und bedanken wir uns recht herzlich auch im Namen eurer Musikanten, dass es möglich war, dass der Musikverein Schattenbach nach Tat fahren konnte. Und auch die Frau von Bürgermeister möchten wir auch bieten. Az előző vezetésből kedves barátainkat, Engel Ludvigot és feleségét, és Rass Ludvigot és feleségét szeretnénk köszönteni. Aus der vorherigen Vorstandschaft möchten wir Herrn Engel Ludwig und auch Edegard Mester urat szeretnénk köszönteni. Köszönöm.
Szövegkártyát.